Idén is kiosztotta a városvezetés a pedagógus kitüntetéseket. Az ünnepségen Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a tanárszakma nemes feladat, a jövő generációját nevelni mindig fontos volt és lesz is, ezt pedig el kell ismerni. Hárman kaptak Margulcsi Emil díjat, amelyet Nyíregyháza kiváló pedagógusainak adtak át. Többek között Baracska Antalt, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és kollégiumának szakmai igazgatóhelyettesét is díjazták. Ő az új típusú szakképzés bevezetésének volt aktív segítője. 40 éves munkáját elismerve Baskiné Majoros Éva óvodapedagógust is kitüntették. Egyáltalán nem számítottam rá, teljesen váratlanul ért, és nagyon meglepett, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy észrevették az én vezetőim, hogy az én munkásságomat, a gyerekszeretetemet, azt, hogy tudtam a gyerekekhez közeledni. További 15 tanár oktató-nevelő munkáért járó Vietoris József díjat kapott. Kitüntetés több intézmény pedagógusa vehetett át, többek között az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégiumból, az Incédi György középiskolából és a Jókai Mor református általános iskolából is. A nyíregyházi pedagógusok számos tehetséget gondoznak nap mint nap, Kis Benedek Máté a Vikár Sándor zeneiskola növendéke. A zenében még a óvodáskoromban iratott be apukám, ő iratott be fúria szakra, és ő úgy gondolta, hogy innen majd tovább tudok lépni másik hangszerre, de én maradtam ennél hangszerre, mert megszerettem a fúria. A nyíregyházi diák az egyik országos tehetségkutató műsor döntőjében is szerepel, a felkészülés sok idejébe került. A versenyon nem jártam iskolába, egész nap a zeneiskolában voltam, tehát reggel 9-től olyan délután 5 óráig. Ez sokkal kötetlenebb volt, mint az iskola. Jobban szerettem így. A 18 díjazott a hivatástudat, az empátia és a szakmájukban tapasztalt folyamatos fejlődés miatt vehetett át kitüntetést. Többek között a felzárkóztatásban, a sport és az idegen nyelv oktatásban is kiemelkedő eredményeket értek el a pedagógusok.